Tárgy megnevezése SCP-020, a láthatatlan penész. Besorolási osztály, keter. Speciális elzárási eljárás. SCP-020 mintáit zárt termesztőkamrák sorozatában tárolják a 12-es biológiai kutatási terület elzárt helyiségében, amely csak egy ligzslipen keresztül érhető el. A tápanyagok adagolása automatizált robotrendszeren keresztül történik, mivel a termesztőkamrának mindig zárva kell maradnia. A zárt helyiségben hermetikusan lezárt videó megfigyelő kamerák vannak felszerelve, amelyek épségét naponta ellenőrizni kell. A zárt helyiségbe minden belépő személynek 5-ös szintű bio-védőfelszerelést kell viselnie, beleértve a légzőkészüléket is, és kilépéskor teljes gombaellenes fertőtlenítésen kell átesnie. Leírás. SCP-020 egy gyorsan terjedő gombaszervezet, amely képes befolyásolni az élőlények, köztük az emberek érzékszerveit és viselkedését. SCP-020 mintái egy olyan ismeretlen hatással rendelkezik, amelyel gyakorlatilag láthatatlanná teszi a közvetlen megfigyelésre, még mikroszkóp alatt is. SCP-020 csak akkor látható az emberek számára, ha fényképes vagy videó megfigyeléssel vizsgálják. Miután SCP-020 kolóniát alkotott, általában egy ember tartózkodási helyén spórákat termel, amelyek befolyásolják körülötte élő emberek viselkedését. Az érintett személyek nevelik a meleget és a páratartalmat otthonukban, hogy SCP-020 növekedéséhez megfelelőbb környezetet teremtsenek. Az érintettek sok esetben társaságkedvelőbbé is válnak, és gyakran hívják meg otthonukba ismerőseiket, hogy tovább terjesszék az organizmust. Mivel a spórák és a penésztelepek láthatatlanok az érintett alanyok számára, a penész néha közvetlenül az élő alanyokon nőhet. Ahogy a spórák és kolóniák az otthonon belül megközelítik a kritikus koncentrációt, az érintett emberi alanyok egészségi állapota rohamos romlásnak indul, ami halálhoz vezet. A penészgomba tovább terjedhet, mivel az elhunyt alany holttestére tapad, ami így találkozik az egészségügyi dolgozókkal, valamint a holttestek a helyi hullaházakba szállítása során fellépő kontakt által. SCP-020-at először a-ben találták meg, ahol egy titkos, SCP-ügynök drámai személyiségváltozásokat észlelt a helyi kórházban dolgozó személyzeten. A feltárult csoport vizsgálata során kiderült, hogy a kórházban csak nem civil, valamint nagy része a városnak megfertőződött. A polgári lakosságot megsemmisítették, a várost pedig egy helyi erdőtűzleple alatt elégették. Eddig több mint 12 SCP-020 kitörést jelentettek. Jelenleg folynak a vizsgálatok a járványok forrásának és a lehetséges megelőző intézkedések meghatározására. 020/01-es számú kiegészítés. Részletek: az ETA-10 mozgósított különleges csapat audio-videó küldetés rögzítőiből a helyen megkezdett SCP-020 elszigetelési akciójából. T2 kapitány. A kettes csapat a vörösházba költözik. T2 központ. Vettük. Az UAV-1 hőjelzést észlel. T2 kapitány. A kettes csapat a helyén, készen áll a be. T2 központ. Az ajtó kinyílik. Ekkor egy civil nő jelent meg az ajtóban, kezében konyhakéssel. A videokamerás megfigyelés kimutatta, hogy arcának csaknem kétharmadát peniszgombák borították. Civil nő. Nos, hello uraim, szeretnének lepihenni oda bent? T2 kapitány. A földre, dobja el a fegyvert. Civil nő. Ne balondozzon, jöjjön be és maradjon egy kicsit. T2 kapitány. Álljon meg ott, ahol van. Dobja le a fegyvert. Civil nő. Mi csak szeretnénk néhány vendéget. Kérem, jöjjön be. T2 kapitány. Dobd el a fegyvert. Feltételezések szerint ezen a ponton a fertőzött civil észrevette, hogy T2/4 egy feltöltött lángszorút hordoz, és a késsel előre lendült a csapat tagjai felé. Civil nő. T2 kapitány. Tüzelni! Tüzelni! Lövés. Sikítás.